A mérkőzések kilátogatók izgalmas játékot, a kosárlabdázók küzdelmeit, valamint szép meccseket láthattak. Andrész Tamás, a helyi csapat edzői feladatait idén januárban vette át. A csapat stratégiájában és játékos keretében azonban csak apró változások történtek. A helyi kosarasok keményen edzettek, küzdöttek ellenfeleikkel, azonban így is az ötödik helyen zárták a 2013-2014-es idényt. Nagyobb szerencsével és pontosabb játékkal a dobogóról is várhatták volna a következő mérkőzéseket. Az év elejét nem az én edzői munkám mellett kezdtük el, hanem a Gulyás Laci kollégám vezérelte a csapatot. Aztán jött december végén a váltás, amikor kiderült, hogy januártól nekem kell átvenni a csapatot. Én ezt akkor el is vállaltam. Azóta az edzés munkánk, azt kell mondani, nem volt tökéletes, sajnos. De amit korábban gyakoroltunk, amit korábban próbáltunk a játékunkba beilleszteni, illetve megvalósítani, azt próbáltuk tovább görgetni, mert hisz egy előre kiépített ösvényben próbáltunk haladni. Több-kevesebb sikerrel a szezon első felébe 2 vereségünk lett, a szezon második felébe meg januártól meg 4 vereséget sikerült sajnos összeszednünk. Mi lehet ennek az oka ezeknek a vereségeknek? Hát én azt mondom, hogy kicsit a munka az, ami hiányzott belőle. Próbáltam ott a csapattársaimat, vagy akikkel együtt játszok, próbáltam őket olyan munkára sarkalni, amit korábban is szeretnünk volna megvalósítani, de nehéz úgy, hogy én magam is csinálom, én is futok, én is dolgozok, és közben még ellenőrizzem, meg lássam azt, hogy mindenki csinálja rendesen a saját munkáját, meg mindenki oda teszi a maximálisan magát. Én éreztem rajtuk egy kisebb lazasságot is, tehát néhányan lazában vették, de a meccseken azért érezhető volt, hogy mindenki már akarja mutatni, hogy azért az a csapat ez ilyen összeállítással, ilyen munkával is képes azért jó eredményt produkálni. Januárban vetted át a csapatnak az irányítását. Te milyen koncepciót választottál? Folytattad a Gulyás László edző koncepcióját, vagy már ez egy teljesen más csapat? Nem gondolom, hogy nem is gondoltam a csapat átvitelénél, hogy új dolgot kellene kitalálnom, hanem inkább azt, amit korábban csináltunk, próbáltuk folytatni, tehát inkább egy futósabb, gyorsabb játékot próbáltunk továbbiakban is játszani, több-kevesebb sikerrel. A rájátszásban nem szerepelt a csapat, mi ennek az oka? Hát ez elég érdekesen alakult, és elég későn is derült ki, hogy sajnos nem leszünk a legjobb 4 között. A pályán elért eredmények alapján mi a 3. helyen végeztünk, aztán az utolsó mérkőzés, tehát a záró mérkőzés előtt 4 nappal derült ki az, hogy a Debrecennek a második csapata, akik NB2-ben szerepelnek, ott volt jó néhány játékos, akik NB1-B-s kerettagok voltak, és jogosulatlanul játszottak 5-nél többen mérkőzésenként. Hát ez valamelyik csapatnak érdeke volt, hogy ezt kiderítse, ki is derült, hoztak egy határozatot a kosárlabda szövetségnél, miszerint az ő eredményeiket törölték, így nekünk 2 győzelmet, a miskolciaknak 2 vereséget töröltek, a ceglédieknek pedig 1 győzelem, 1 vereség került törlésre, és ilyen formán mi ugyanolyan mérleggel, tehát ugyanolyan mutatóval 16 győzelem, 6 vereséggel zártunk, mint a miskolciak, illetve a ceglédiek, de egymás ellen eredményben ők voltak a jobbak velünk szemben, úgyhogy ők kerültek a 4 közé. Hogyan élték meg ezt a fiúk és az edző? Hát csalódás volt mindenképpen, nekem is, amikor ez kiderült, meg a csapattársaimnak is. Tehát nehéz azt megmagyarázni, hogy végdolgozunk az egész évet, ott vagyunk a 3. helyen, gyakorlatilag már 3 meccsel a bajnokság zárása előtt már biztos volt a 4 között lévő pozíciónk, és akkor a végén derül ki az, hogy hát mégsem. Meg ugye az utolsó 3 meccsben már úgy mentünk bele, hogy hát mindegy, mert már 4 között vagyunk, és gyakorlatilag biztos a helyünk. És olyankor jött a rossz hír, hogy sajnos azok az eredmények, amit a Debrecennel játszottunk, az törlésre kerül. Mi a jövő? Hogyan tovább? Lesz-e tovább? Hát mindenképpen szeretnénk, hogy legyen NB2-es felnőtt csapat, mert a fiataloknak az utánpótlás nevelésnek kell, hogy legyen egy csúcsa, mondjuk úgy egy követendő példa. Hogy lesz a jövő, azt még nem tudjuk, tehát mindenképpen szeretnénk, ha lenne felnőtt csapat, de a mikéntje az még kérdéses. A sportág kedvelői a következő bajnokságban is szurkolhatnak majd a Szerencsvárosi Sportegyesület felnőtt kosárlabda csapatának. Azonban, hogy milyen felállásban és körülmények között lép majd pályára a csapat, az csak később derül majd ki.
azonban a mérkőzések alkalmával szerzett tapasztalat és rutin segítséget nyújt a fiatal játékosokból álló együttesnek ahhoz, hogy teljesítsék edzőjük és a kosárlabdát szerető hazai közönség elvárásait.